estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Videoton. Egy 20.000 négyzetméteres alapterületű elektronikai szerelőüzemet hoztak létre, ami itt mögöttem látható. A következő percekben pedig bemutatjuk, hogy mi történik, mi zajlik ott bent. Nyomtatott áramköri lapokra kerülnek különféle diódák és alkatrészek ezen a gyártósoron. Ezután utómunkák következnek, majd a kész panelt egy robot dobozokba csomagolja, és mehet is a megrendelőnek. Az új épületben elektromos panelek készülnek többek között wifi rúterekbe, spotlámpákba, háztartási kisgépekbe. A Videoton tavalyi legnagyobb beruházásaként jöhetett létre a modern elektronikai szerelőüzem, mintegy 8,25 milliárd forintból. A csarnok az ugye 20.000 négyzetméteres összalapterülettel rendelkezik, ebből 8.500 négyzetméternyi korszerű és modern gyártóterületet építettünk, ehhez kapcsolódik 4.300 négyzetméternyi raktár, ugyanekkor a irodaterület, és a maradék körülbelül 3.000 négyzetméteren pedig különböző dolgozókat kiszolgáló létesítmények, öltözők, korszerű étkező és az épület üzemeltetéséhez szükséges helyiséget alakítottuk ki. Igyekeztünk koncentrálni arra, hogy emberközeli és környezetbarát legyen a környezetünk, ezért készítettük el ezt a 2000 négyzetméteres belső udvart is, ahol a dolgozóink egy kicsit fel tudnak lélegezni és ki tudják szellőztetni a fejüket a napi gondok közepette. A beruházás egyébként önmagában 8,25 milliárd forintot emésztett fel. Ennek jelentős része, mint egy 6,3 milliárd forint maga az épület építésére fordítódott. További körülbelül 700 millió forintot fordítottunk az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakításához, de nem csak az épülethez kapcsolódóan költöttünk el pénzt, két további területen is jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. Egyrészt a raktárba egy egyedülálló raktári technológiát alakítottunk ki, amelyre közel 500 millió forintot költöttünk el, ezt majd a gyárlátogatás során önök is látni fogják, és a folyamatos növekedésünkhöz gyártóeszközöket is vásároltunk, amelyekre nagyságrendileg 250 millió forintot fordítottunk, felületszerelő sorokat, hullámforrasztógépeket és most már robotcellát is sikerült ebből a pénzből kialakítanunk. Két dolgot tartottunk a fókuszban, egyrészt természetesen, mivel mi egy elektronikai gyártócég vagyunk, olyan épületet szerettünk volna, ami minden tekintetben megfelel egy elektronikai gyártási feltételrendszernek, másrészt pedig szerettünk volna egy emberközpontú, modern és ebbe a tájba beilleszkedő épületet megalkotni. Úgy gondolom, mind a két tekintetben sikeresek tudtunk lenni. Büszkék vagyunk arra, amit itt elértünk ezzel az épülettel, és amit alkotni tudtunk. A költözés tekintetében nagyjából most a tevékenység felénél tartunk, és várhatóan júniusra fogjuk befejezni a teljes költözést, és fogunk átjönni ebbe az épületbe. Ha ez megtörtént, akkor a minden technológiánk és az összes munkavállalónk ebbe a környezetbe, abban az épületben fog dolgozni. Az avat ünnepségen részt vett Varga Mihály is. A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy azok a vállalatok kerülhetnek az élvonalba, melyek képesek lekövetni a gazdasági és technológiai fejlődést. Aki nem tud lépést tartani a gyors változásokkal, annak valóban csak a lemaradás és később a gyárbezárás marad. Aki nem tudja tartani a lépést, annak, amikor erre lehetőség nyílik, annak valóban csak a lemaradás jut. Viszont ha valaki a lépést tudja tartani, akkor esélye van arra, hogy időnként akár még az élmezőnybe is be tudjon kerülni. Ugyanezt hallja a magyar kormány is, ezért támogatjuk azokat a magyar cégeket, amelyek ezt a stratégiát vallják. Minél több magyar vállalat, kicsi, közepes vagy éppen nagyvállalat célozza meg azt, hogy világszínvonalon tudjon produkálni terméket, szolgáltatást, jusson be az élmezőnybe, és lehetőség szerint minél több ideig maradjon is ott. Ez a mai csarnok átadó ünnepség is ezt igazolja, hogy ha ez a stratégia eredményes tud lenni, akkor van esély arra, hogy, és itt a előttem szólók ezt megerősítették, hogy a Videoton vállalat csoport is olyan fejlesztéseket kíván megvalósítani, most is és a jövőben is, amelyik ebbe az élmezőnybe maradást, élmezőnyben tartást akarja megcélozni. Köszöntöm tehát a csoport szakmai közösségét. Másrészt, ahogy a politikában is mondják, az időzítés mindig a legfontosabb. Székesfehérvár a jégsport, a hazai jégkorong sport egyik fellegvára, talán ide is illik az a mondás, amit Wayne Gretzky fogalmazott meg, hogy nem oda korcsolyázik, ahol a korong van,
hanem oda, ahova az fog majd érkezni. Hát a Videotonnál is nagyjából ez a stratégia, nem oda kell menni, ahol éppen áll a világ, hanem oda, ahova majd érkezni fog. Akkor van esély arra, hogyha a vállalat gyorsan és időben lép, hogy a fejlesztések eredményre vezessenek, és a stratégia meg tudjon valósulni. A magyar kormány ehhez egy megfelelő környezetet szeretne biztosítani. Szerintünk az elmúlt években egy igen jó kilátásra és bizakodásra lehetőséget adó vállalati környezet alakulhatott ki. A magyar gazdaság és a magyar gazdaságpolitika arra törekedett, hogy segítő és támogató legyen az a háttér, ami lehetőséget ad a legfontosabb döntések meghozatalára. A Nemzetközi Valuta Alap éppen tegnap előtt korrigálta a növekedési számait Magyarországra vonatkozóan, 0,3%-kal magasabb értéket jelez az idei évre. Mi is azt gondoljuk, hogy a korábbi, talán tavaly évvégi vagy még évelei kilátások helyett is egy kicsit optimistábbak lehetünk. Azt céloztuk meg, hogy ebben a esztendőben is jóval az Európai Uniós növekedési átlag fölött maradjon a magyar gazdaság növekedése, tehát érdemi felzárkózás történhessen a magyar gazdaságban. A tavalyi év ebből a szempontból nem volt egy rossz évünk, 4,9%-kal növekedett a magyar gazdaság, ami közel háromszorosa az Európai Unió átlagának, 17%-kal növekedett a beruházások értéke, az ipari termelés az év egészében 3,6%-kal emelkedett, tehát ha valakit kicsit távolabbról ránéz az ország makrogazdasági számaira és folyamataira, akkor azt tudja mondani, hogy valóban egy pozitív konvergencia, szép magyar szóval, felzárkózási folyamaton megy keresztül az ország. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a termelő beruházásoknak a bővülését és a hatékonyságjavító technológiai változásokat segítik majd elő. Innovatív, termelékenységet javító és a hatékonyságot emelő döntésekre készülünk tehát, olyan intézkedésekre, amelyek a következő hónapokban is a jogszabályalkotáson keresztül ilyen típusú intézkedéseket céloznak meg. Mik lehetnek ezek? Részben az állami kiadások további csökkentése, ugye ennek mindig van tere, mindig lehet tere. Másrészt továbbra is fontos feladatnak tartjuk, hogy a beruházásokat ösztönözzük, erősíteni kell a kiszámítható beruházási környezetet, és mindent meg kell tenni azért, hogy a rendelkezésre álló munkaerő tartalékot mozgósítani tudjuk. Itt hadd jegyezzem meg, hogy bár kétség kívül a 800 ezres növekedés a munkát vállalók számában egy impresszív szám, és sokan mondják azt, hogy hát tulajdonképpen már a teljes foglalkoztatásnál vagyunk, és nagyon nehéz Magyarországon munkaerőt találni. Ha a foglalkoztatási rátát nézzük meg, akkor ez jelenleg 69,8%, tehát azt jelenti, hogy a foglalkoztatásban állók vagy állhatóknak a számához képest hányan tudnak elhelyezkedni, ami azért azt jelenti, hogy még mindig van egy olyan 30% réteg a magyar gazdaságban, aki bár munkaképes korú, de nincs munkában. Ez a szám egyébként megjegyzem Kínában 85%, de még az Egyesült Államokban is 75%. Arra kívánok csak utalni, hogy igen, van lehetőség arra, hogy azokat az inaktív rétegeket vagy munkában nem állókat még mozgósítani tudjuk, akik itt vannak a magyar gazdaságban, itt vannak Magyarországon. Női foglalkoztatás, részmunkaidő, távmunkaidő, a szépkorúaknak a visszafoglalkoztatása, a egyáltalán a közfoglalkoztatásban lévőknek az elsődleges munkaerőpiacra visszavitele, és a munkanélküliek állománya lehet még elsődlegesen ez a tartalék. Hölgyeim és uraim, Fejér megyében vagyunk, engedjék meg, hogy itt is néhány számot hadd mondjak el, mert azért a megye sem teljesít rosszul. 2010-ben az egyfőre jutó bruttó hazai termék átlag 87%-át érte el Fejér megye. Nem Székesfehérvár, ezt hozzá kell tennem, mert azért a megyén belül is nagy különbségek vannak, de az átlag alatt volt ez a fejlettségi szint. Az elmúlt években a megye változásai azt eredményezték, hogy már 2017-ben e fölé, az átlag fölé került Fejér megye az egyfőre jutó bruttó hazai termékben, 102,6% volt. Tehát egy nagyon komoly változás történt a megye egészében is, nem csak Fejér megyében. Egyébként a megye ezzel a változással a megyék rangsorában a harmadik helyről Győr-Sopron-Moson megye mögött a második helyre került, tehát azt kell mondanom, hogy egy jóval átlag fölötti
megyéről van szó a megyék fejlettségi rangsorában is. Ha a foglalkoztatást nézem meg, itt is kedvező számokról tudok beszámolni. Az előbb említett foglalkoztatási ráta 56% volt 2010-ben a megyében, most 70,7%, tehát jóval megnőtt a munkában állóknak az aránya. 165 ezerről 198 ezerre Fejér megyében. Ez a 33 ezer főt elérő foglalkoztatás bővülés itt is a versenyszektorban történt meg. Hogyha a munkanélküliségi rátát kell pedig megemlítenem, azt mondhatom önöknek, hogy 9,5% volt 2010-ben a munkanélküliség a megyében, most pedig 2,6%. Hát az előbb arról beszéltem, hogy még nem éppen értük el a teljes foglalkoztatást. Hát a megyében már azt tudom azért mondani, hogy ha 3% alatt van, 2,6%, akkor bizony egyre inkább közelítünk ehhez a szinthez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Videóton nem csak Székesfehérvár és térsége, hanem az egész magyar ipar számára húzóerőt jelent, és példát ad arra, hogy hogyan lehet kiemelkedően eredményes egy magyar nagyvállalat. Azt szeretném kívánni, hogy a mostani igen komoly és jelentős beruházás, az csak egy apró mérföldkő legyen a cég életébe. Ezek a fejlesztések folytatódjanak, az a teljesítmény, amit az elmúlt években a vállalati csoport elért, az maradjon meg. És hát hagyd tegyem hozzá miniszterként, hogy abban is nagyon bízok, hogy a példa ragadós lesz, és minél több olyan nagyvállalatunk lesz, amelyik hasonló eredményeket tud elérni, mint a Videóton. A 20 ezer négyzetméteres csarnok nagy részét a gyártó terület teszi ki, de helyet kapott egy robotizált raktár is, valamint irodahelyiségeket is kialakítottak. A Videóton Holding ZRT társ vezérigazgatója szerint jövőálló fejlesztést valósítottak meg. Ezt a területet sikerült úgy beintegrálnunk a telephelynek az életébe, hogy ezen keresztül tovább tudtuk növelni azt a nagy törekvésünket, hogy emberarcú legyen a hely, ahol dolgozunk, emberarcú legyen a cég. Sikerült rengeteg parkolóhelyet teremtenünk, és hát végül is mobilizálni ezt a, mit tudom én, 6-8 hektáros területet, amit összességében érint ez a csarnok. Nyilván csak 2 hektáron van maga a csarnok, de a környezete az sokkal több ennél. Úgyhogy ez az egész telephely ettől sokkal modernebb is, és szebb is, jobb is, hatékonyabb lett. Ez a Veas Kft. Beruházása, de ez egyben a Videóton beruházása is. Azon keresztül, hogy ez megteremtette a lehetőséget az autóelektronika növekedésének, és ez a két cég az, aki az elektronikai technológiát viszi előre, ez egy óriási nagy lépés, azt gondolom. A világ átrendeződik, nagyon sok tekintetben egyébként, de ami bennünket konkrétan érint és érdekel, az a bizonyos elektromobilitás. Meg fog változni az autóipar, és egy dolog biztos, hogy az elektronika részaránya ebben nőni fog. Na most, hogyha valaki elektronikát csinál, ez vagyunk mi, akkor az olyan rosszul nincsen pozícionálva. Tehát azt gondolom, hogy ezt a növekedést sikerült megteremtenünk, ez egy óriási lépés. A fejlesztéssel új munkahelyek is születnek. A korábbi 700 fős létszám az idei évben 105 fővel bővült, de év végére várhatóan eléri a 900 főt. Ennek a városnak az elmúlt hosszú-hosszú évtizedei a Videótonnal összekapcsolódtak, és nem nagyon találnánk olyan fehérvári és Fehérvár környéki családot, akinek ne lenne valamilyen kapcsolódási pontja ehhez a vállalatcsoporthoz. És szerencsére ez nem csak a múltban van így, hanem a jelenben is, hiszen nagy büszkeség a városunknak, hogy a legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, magánvállalat, az székhelyét tekintve itt van Székesfehérváron. Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben ezen dolgozott, ezért tett, hiszen ez vezetett el a mai naphoz is, ami azt gondolom egy jelentős mérföldkő a vállalatcsoport életébe. Itt, ami létrejött, az túl azon, hogy a Videóton számára kiemelten fontos, a város számára is kiemelten fontos, és hát a város gazdasági erejét tekintve nem véletlen, azt gondolom, hogy miniszter úr itt van, a magyar gazdaság összteljesítményét tekintve is nagyon fontos, hogy mi történik ebben a városban. Úgy gondoljuk, hogy a kölcsönhatás egyértelmű a város és a gazdasági élete között,
Székesfehérvár a jövőben is csak és kizárólag akkor tud fenntartható módon bővülni és növekedni és fejlődni, hogyha az itteni gazdaság otthon is jól érzi magát, és növekedni képes, és bízom benne, hogy egyetértünk abban, hogy ez fordítva is igaz, a helyi gazdaság is akkor tud bővülni, ha biztonságos, minőségi környezetet tudunk számára biztosítani, és ebben viszont a városnak van kiemelt szerepe. Kedves nézőnk, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tettik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!